Néhány fotó, dokumentumok és különböző érdemrend kitüntetések. Korábban a Kállai Miklós vezette kormány egykori külügyminiszterének, Gici Jenőnek a birtokában voltak ezek a tárgyak, mint ahogy ezt a díszöltözetet is ő viselte. A különleges ruha és az emlékek korábban Gödöllőn voltak kiállítva, ezeket most az 1982-ben elhunyt politikus egyik távoli rokona, Baján László adományozta a Kállai háznak. Ez konkrétan egy diplomata dísz magyar, ami Bánfi Miklós, aki külügyminiszter volt, ő határozta meg Trianon után, hogy a diplomata dísz magyar egy fekete ruha legyen. Ez az, és a kapcsolódó érdemrendek, amik Gici Jenőnek az érdemrendjei voltak, illetőleg még az eskütételi fényképe, ahol Kállai Miklós miniszterelnökkel és Szép László protokollfőnökkel együtt van. Az adományok átadóján Kállai Miklós két unokája is részt vett. Ők is közreműködtek a Gici Jenő által használt tárgyak idehozatalában. Az egykori miniszterelnök leszármazottai évről évre hozzátesznek az emlékgyűjtemény bővítéséhez. A családtagok folyamatosan, ha sikerül olyan tárgyakkal, könyvekkel, emlékekkel bővíteni, akkor igyekszünk hozzájárulni, és nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy ez itt ilyen formában létezik, és a város és a megye támogatásával így folyamatosan bővül és szépül, úgyhogy reméljük, hogy ezt a jövőben mi is még tovább tudjuk segíteni és támogatni. Úrich Attila kiemelte, Gici Jenő egy külpolitikailag nagyon nehéz időszakban dolgozott Kállai Miklós mellett. A tavalyi évben felújított Kállai ház gyűjteménye egyébként folyamatosan bővül, egyre több eredeti tárgy és emlék kerül a vitrinekbe. Ugye itt a Kállai gyűjteménynek a gyűjtési rendjébe az abszolút beleillik. Ugye innentől kezdve nem csak a Kállai Miklósnak, miniszterelnöknek van itt a mentéje, hanem a külügyminiszterének is. Tehát gyülekszik a Kállai kormánynak az emlékezete egyrészt itt a Kállai gyűjteményben. Másodszorban pedig olyan kitüntetéseket is kapott ezzel a Kállai gyűjtemény, amelyből három nincs meg itt a gyűjteményben, a kitüntetés rendje gyűjteményben. Úgyhogy ez a gyarapodás, ez azt gondolom, hogy fontos, mert ezek mesélő tárgyak, ezek mögött történelem van, igen komoly emberi teljesítményekkel, igen komoly sikerekkel. Gici Jenő díszmagyarja és kitüntetései január 6-ától tekinthetőek meg. A Kállai gyűjteményt Vízkereszt napján nyitják meg újra a látogatók előtt.